Sziasztok, én Peti vagyok, az Okos Otthon nézitek. Beszélgessünk ma a szabványokról és a biztonságról. Ahogy azt ezen a Wikipédiás weboldalon is láthatjátok, a szabvány egy olyan eljárás vagy műszaki dokumentáció, amely egy elismert szervezet által jóvá lett hagyva, Ezáltal ez egy standardá növi ki magát a piacon. Miről is beszélünk okos otthon témában, mikor a szabványokat említem. A különböző protokollokon keresztül kommunikálnak a különböző eszközök. Vegyük csak alapul mondjuk a Xiaomi ekoszisztémát. Ők többnyire Zigbee-t használnak az okos kütyűikkel. Ez egy wireless technológia, amit arra találtak ki, hogy energiatakarékos módon kommunikáljon különböző IoT eszközökkel. A Zigbee mellett több hasonló szabvány is létezik, például a Z-Wave is egy ilyen. Az olcsó kínai kütyükbe inkább a Zigbee az, ami elterjedt, illetve a 433 MHz-es sávban is kommunikálnak különböző IoT eszközök. Körülbelül ez a kettő az, ami elterjedt. Hogy is néz ki a gyakorlatban egy ilyen zívéves kommunikáció, hogyan tudjuk vezérelni applikáción keresztül? Ugye van egy Gétvényünk, ami van integrálva egy Wi-Fi interfész, illetve egy Zigbis emellett. A Zigbis interfész tartja a kapcsolatot a Zigbish kütyükkel, a Wi-Fi-s pedig kapcsolódik a mi Wi-Fi hálózatunkra, és ezen keresztül éri elő a saját szerverét, ami valahol van kint a nagyvilágban. Ezért is tartom például fontosnak a biztonságot, Érdemes elgondolkoznunk abban már, hogy esetleg ezt a hálózatot különböző módokon korlátozzuk, mert a 21. században már az adat a legfontosabb érték, és ha ezzel legalább egy lépéssel közelebb tudunk jutni ahhoz, hogy biztonságban tudhassunk az adatainkat, akkor csináljunk különböző korlátozásokat. Ugye gondoljunk bele, ha van négy-öt ilyen rendszerünk, mert mondjuk a másik gyártónak a kötyű dizájna jobban tetszik, de ahhoz ugyanúgy meg kellett venni mindent, és egy külön applikáció fut, akkor a végén van száz darab applikáció a telefonunkon, ami különböző irányokba kommunikál a szerte a világban, amit már nem tudunk kontrollálni. Ezért is csináltam én például egy olyan hálózatot itthon, amit úgy hívok, hogy IoT, amin abszolút le van korlátozva az internet hozzáférés, az összes ilyen iot és kütyű erre a hálózatra kapcsolódik, és csak és kizárólag az én Home Assistant szerveremmel beszélgethet, ki a nagyvilágba nem tud kommunikálni. Ezáltal nyilván az összes ilyen cloud alapú megoldás, mint például a sonoff az EV Link applikációja, illetve a Xiaomi Mi Home, és akkor még sorolhatnám, az összes ilyen applikáció az ment a levesbe, és maradt az egyetlen egy darab Home Assistant applikáció, ami az én saját szerveremmel kommunikál, csak és kizárólag ez itt fut nálam, és biztos, hogy nem beszélget a cloud felé. Most én nem vagyok egy paranoiás ember, de tehát százféle eszköznek a kommunikációját már nem tudom kiszűrni, hogy milyen irányban beszélget. Ezért egyszerűbb mindent letiltani és kontrollálni a saját hálózatomnak az adatfolyamát. Remélem, hogy ezzel a videóval sikerült megértenetek, hogy én személy szerint miért használok Home Assistantot. Gondolkozzatok el rajta, hogy nektek hány darab applikáció van a telefonotokon, ami otthon automatizálást végez. És gondoljatok bele, hogy milyen lenne, ha ez az összes funkció egy darab applikációba összesűrűsödne. Én megköszönöm szépen a figyelmeteket. A következő videó az egy tutorial videó lesz. Addig is, sziasztok!